Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás november hónapra az ikrek jegyében születetteknél. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, ez a férfi jelenti a férfiakat, de lehet a te lelki társad is. És most megnézzük először az ő gondolatait. Itt a kártyák a feje fölött utalnak az ő gondolataira. Itt a kígyó és a fa, mindkettő jelenti a gyógyító erőt. Lehet, hogy ezen a területen dolgozik. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy vagy ő volt beteg, vagy valaki a családban, de itt kinyílik az ajtó, sőt, megjelenik a lilium virág, itt lesz gyógyító erő. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ő benne van, vagy benne volt egy bizonyos helyzetben, ami betegítette őt, és most fordul a kocka, javul a helyzet. Miről van szó? Ez a kígyó lehet egy nő is, és itt látható, hogy ellopott tőle valamit. Vagy a pénzét, vagy az idejét rabolta. Azon kívül itt a háttérben látható ez a fecsegés, hogy valaki, például ez a nő pletykálkodott, vagy hazudozott, valamit mondott másoknak róla, ami nem az igazság. Ezt a pletykát itt is láthatjuk, ezeket a beszélgetéseket, és a háttérben ez a hegy jelenti a gondokat, a problémákat, hiszen mindez foglalkoztatja őt a gondolataiban. Az a kívánsága, hogy itt legyen meg a maga biztos fellépés, hogy ki tudjon nyitni egy ajtót, ezek a lehetőségek, és hogy tisztázódjon itt valami, vagy azt is jelentheti ez a lilium virág, hogy kiderül az igazság. De ahogy látjuk, ez a férfi itt a kivetés szélén jelenik meg, és eltekint a kártyáktól. Mert olyan helyzetben van, hogy nem akar bizonyos dolgokra odafigyelni. Holott ez foglalkoztatja őt a gondolataiban. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt láthatóak a te gondolataid. Itt voltak viták, veszekedések a múltban. De ez lezárul, mert a koporsó lezárja ezt a helyzetet. A kártyák azt is jelenthetik, hogy itt egy örökösödési ügyről van szó, de itt vannak a viták. Viszont megjelenik itt a kasza, és elvágja ezeket a témákat, tehát november végéig lezárult ezeket az eseményeket. Ami még megjelenik a gondolataiban, ez itt ez a jósnő. És mit jósol ez a jósnő? A körülötte kártyák, körülötte lévő kártyák utalnak erre, hogy meg lesz a magabiztos fellépés. Megtalálod a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Lesz egy fontos hír, egy fontos beszélgetés. Itt egy tevékenységről vagy munkáról van szó, itt az egerek eltávolítanak ebből valamit. Vagy azt jelenti, hogy lesz munkahelyi változás, vagy azt jelenti, hogy kimerült vagy, fáradt vagy a munkahelyen. Ez a tevékenység, ez lehet egy hobbi is. Azon kívül, ez a jósnő azt is említi majd, hogy tanulni fogsz valamit, lesz egy változás, előre mennek az események, lesznek fontos találkozások, az egyik utalhat
a munkahelyre vagy kereskedelmi kapcsolatokra, a másik kártya pedig utal a párkapcsolatra. Itt lesz tanulás, továbbképzés, vagy hogy változik a helyzet, és nyitott leszel, vagy ő lesz nyitott veled szemben. Itt ez az ablak szintén a lehetőségeket jelenti, és itt van ez a homok óra, tehát eljött ennek az ideje, sőt, ez a kártya ugyanezt jelenti, hogy megkapd ezt a tekercset, ezt a papírtekercset, ami lehet egy jó hír, vagy lehetnek szerződések is. Ő ezekkel a kártyákkal van összefüggésben. Itt ez a kép jelenti az utakat, hogy fontos döntéseket fog hozni. Ő rájött arra, hogy ez a nő hamis, ellopott tőle, valamit pletykálkodik. Ő ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban van, magabiztos, és tisztázni akarja a dolgokat. Ő a szívvel is egy vonalban van, ugyanúgy, mint te, tehát a szív, a szerelem összeköt benneteket. Te ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. Itt lesznek fontos beszélgetések, lehetőségek, a viták lezárulnak. Te állsz a középpontban, odafigyelsz a szerelemre, itt van a remény, lesznek jó kapcsolatok vagy szerződések. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, a viták, a félreértések lezárulnak, amit a kasza még jelenthet, hogy olyan események történnek, amikor nem számítasz rá. És itt ez a kígyó jelentheti a változásokat, vagy jelenthet egy hölgyet, de ez egy másik nő. Nem az a nő, akivel neki baja van, hanem ez egy másik nő, akivel te egy jó kapcsolatban vagy. Te ezekkel a képekkel is egy vonalban vagy, itt látható ez a munka, ez lehet a hivatás, itt lesznek találkozások, lehetőségek, sőt, megvan arra is a lehetőséged, hogy kimutasd a tudásodat, vagy lesz egy továbbképzés. Azon kívül te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, de ezt már említettem, itt a problémák lezárulnak, lesznek fontos beszélgetések. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét november hónapban itt látható. Ez a kártyavető nő áll a középpontban, lehet, hogy ez a hivatásod. De lehet valaki, aki tanácsot ad neked, aki a jövőbe tekint. Itt megvan a gyógyító erő, vannak lehetőségek, fontos beszélgetések. Itt ez a medve jelenti az életerőt, itt ez a tevékenység utalhat a munkádra, de benne vagy az arany kalitkában, valami miatt fogva érzed magadat. Az is lehet, hogy mások figyelgetnek téged, hogyan csinálod a munkádat, hogyan fekteted be az erődet, de mivel az egerek itt vannak, ezek rabolnak egy kicsit ebből az életerőből, viszont segíteni is tudnak, hiszen el tudják távolítani az arany kalitkát, ahol te fogva érzed magad. És itt a gyermek utalhat egy új kezdetre, tehát vannak lehetőségek, hogy lesz munkahelyi változás. Második hét, november hónapban itt látható. Itt van a hamisság, a pletyka, itt is vannak problémák, nehézségek, vagy egy örökösödési ügy miatt, vagy a koporsó le tudja ezt zárni. Lehet, hogy nem nálad vannak ezek a problémák, hanem nálad. De előre mennek a dolgok, lesz mozgás, lesznek itt kapcsolatok, a kereskedelmi kapcsolatok, vagy egy találkozás. Ez a hölgy itt téged szimbolizál,
és bepillantasz a tükörbe. Lehet, hogy valami változik a külsődön, de ahogy látható a tükörben, ez utal a nyitottságra. És ez a gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy egy új kezdetet, vagy a fiatalos kisugárzásodat. Harmadik hét, november hónapban itt látható ez a férfi, eltekint a dolgoktól. Ami foglalkoztatja, az a hamisság. Itt mögötte megjelenik ez a horgony, és az jelenti a munkát, a hivatást. Itt vannak nála problémák, de ő lezárja ezeket a témákat. Ez lehet egy munkahelyi változás is. Itt látható a nyitottság és a lehetőségek, sőt, arra is megvan a lehetőség, hogy tanuljatok valamit. Itt kinyílik ez az ablak, ugyanúgy, mint itt, ez szerencsét hoz. A halak jelentik az anyagiakat, ez lehet nyeremény vagy bevétel, és itt ez a ház jelentheti azt, hogy kiépítetek valamit, vagy lehet egy közös otthon tervezése. Jelenti az otthont, a családot is. Itt tényleg vannak lehetőségek, azon kívül megjelenik itt a szerencse. Vagy egy lakásnak, egy háznak a bérlete, vagy vásárlása, itt vannak a szerződések, és a halak jelentik az anyagiakat. Utolsó hét, november hónapban itt látható. Fontos döntéseket fogtok hozni, itt munkáról és szerelemről van szó. Itt a remény, de ez a hajó jelentett utazást, vagy külföldi kapcsolatot is. A gyűrű utalhat kapcsolatokra, vagy szerződésekre. De azt is jelenti gyakran a gyűrű, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád. És ennek eljött most az ideje. A nap megvilágítja a témákat. Kinyílik ez az ablak, ez lehet internet kapcsolat is, vagy jelentheti azt, hogy itt a házban, vagy az otthonodban megszépítesz valamit, vagy lesz egy meglepetés, egy ajándék. És a gólyák jelentik ezeket a pozitív változásokat. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!